A nyár beköszöntével a diákmunkát vállalók száma is megnő. Az adózásukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ismertette Adópercek című műsorunkban a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy a 18 év alatt munkát vállaló tanulóknak szükséges a szülői hozzájárulás. Egyébként a 16. életévüket kell betölteniük azoknak, akik szeretnének dolgozni. Fontos, hogy a fiatalok rendelkezzenek adóazonosító jellel. Rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre. Egy kivétel az iskola szövetkezet. Ez a leggyakoribb foglalkoztatási forma, de ezen kívül a diákot lehet foglalkoztatni, ugyanúgy, mint bármelyik felnőttet, munkaviszonyban, például megbízási jogviszonyban, vagy pedig egyszerűsített foglalkoztatás keretében, vagy akár háztartási munka keretében is. Ha tanulói jogviszonyban foglalkoztatják a diákot, akkor biztosítottá válik, tehát társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie. Azonban az iskola szövetkezetben végzett munka esetében a diák nem minősül biztosítottnak, ezért járulékfizetési kötelezettsége sem keletkezik. Megbízási szerződés esetén költségelszámolás lehetséges kétféle módon. Ez lehet tételes vagy a 10%-os bizonylat nélküli költségelszámolás. Fontos, hogy nem minden esetben lesz biztosított a tanuló, de ilyenkor is a jövedelem után kell megállapítani az adó mértékét. A diákok dolgozhatnak egyszerűsített foglalkoztatás keretében turisztikai idénymunka címén, illetve mezőgazdasági idénymunka címén is, és alkalmi munkavállalók is lehetnek. Önálluk arra kell figyelni, hogy a közterhet azt a kifizető fogja lerúni a hivatal felé, nekik alapvetően járulék és adófizetési kötelezettségük nincsen. A diákok dolgozhatnak háztartási alkalmazottként is. Ilyen munkavégzés lehet a korrepetálás, gyermekfelügyelet, takarítás, otthoni gondozás vagy házvezetés. Mivel ez a fajta foglalkoztatás kívülesik az adórendszeren, ezért sem adó, sem járulékfizetési kötelezettsége nincs a fiataloknak. Barlai Krisztina hangsúlyozta, hogy az adóköteles jövedelemszerzések esetében a munkáltatónak mindig figyelembe kell venni a 25 év alattiak SZIA kedvezményét.